A régiós versenyen Hajdúböszörménytől kezdve Füzesabonyig, három megyéből összesen 26 általános iskolás, valamint egy óvodás gyermek vett részt november 24-én. Szép számmal jöttek össze a gyerekek, és azért tudtunk két korcsoportot nevezni, mert 18-an voltak az alsó tagozatban, és 9 fő a felső tagozatban, és felmerült ez az igény, hogy most már ne együtt versenyeztessük őket, mert akkor irreális eredmények is vannak, meg párosítások, és így külön így játszottak, megoldható technikailag, és igazságosan végeredmény született. Mi az, amit tudhatunk a verseny lebonyolításáról? Milyen szabályok szerint ültek az asztalhoz a gyerekek? A szokásos svájci rendszerben zajlott, amit úgy kell elképzelni, hogy mindig a magasabb pontszámúak játszanak egymással, és az alacsonyabb pontszámúak pedig szintén egymással, hogy hozzávetőleg azonos erőviszonyok előtt szülesen igazságos eredmény. Ébert Zoltán a kövesdi fiatalok oktatása mellett a Mezőköves Zsúriese felnőtt csapatát játékosként és edzőként egyaránt segíti. A szakember az alsó és a felső korcsoportban zajló versenyt is magas színvonalúnak ítélte. Az alsó tagozatnak a versenye is nagyon jó volt, ott is három igazolt versenyző játszott már a kicsik között, és nem született tulajdonképpen meglepetés, mert a Miskolci Kisbosomcsoknak a csapatából az egyik versenyző nyert, aki egy MB2-es csapatról beszélünk, és a felső tagozatban ugye pedig nagyon jó volt a színvonal, mert már nemzetközi értékszámmal rendelkező versenyzők is játszottak. Hogyan ítéled meg az utánpótlás, a sportágnak az utánpótlását, akár a mai versenyből is kiindulva? Igen, hát ennek a versenynek tehát elsősorban az a célja, hogy az itteni szakkörői keretek között játszó gyerekeknek is legyen verseny lehetőségük, és ezt a célját maximálisan betöltötte a verseny. 14-en indultak a sakszakörösök közül, és másik kimondott célunk az, hogy a sakszakosztálynak az utánpótlását is tudjuk versenyeztetni. Az alsósok között a Miskolci Kisbosok versenyzője, Fazekas Milán kiemelkedett a mezőnyből, és hibátlan teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmát. A dobogó második és harmadik helyén egyaránt Füzesabonyi versenyző végzett. Az ezüstérmet Farkas Bence, míg a bronzérmet Bíró Bálint kapta meg. Az első korcsoportban a Szent Istváni Fekete Tamás végzett az első helyen, a Szent Imre Tagiskola sakkozója Csirmasz Kelen a második, a Tiszakesziből érkezett Hunkó Hanna a harmadik helyezettnek járó elismerést vehette át az eredményhirdetésen. A lányok között a Szent Istváni Csörgő Eszter diadalmaskodott, aki a Fundamentum általános iskola tanulóját, Bencsik Dorottyát és Hunkó Hannát megelőzve lett aranyérmes. A felsősök között szép hazai siker született, miután Csontos Dominik, a Bárdos Lajos tagiskola tanulója, a papírformát felborítva 100%-os eredménnyel szerezte meg az első helyet. Mezőkövesdi Zsóriese indulójának a verseny történetében először sikerült megnyerni a viadalt. A tehetséges sportoló 3 éve kezdett el a sportággal foglalkozni. Miért kezdted el a sakkot? Miért tetszett meg a sportág? Mert karácsonyra apáiktól kaptam egy sakktáblát, és abban megtanított sakkozni. És elkezdett érdekelni a sakk. Hogyan értékeled a mai teljesítményedet? Mennyire volt nehéz megnyerni a versenyt, hiszen 100%-os teljesítménnyel, tehát látszólag nagyon könnyedén végeztél az első helyen? Elég nehéz volt, mert voltak jó játékosok. Főként 3 gyerek ellen alig bírtam nyerni, de azért valahogy csak sikerült. A fiatal sakkozó hosszú távon szeretne foglalkozni a sportággal. Felnőttként el szeretnék érni 2300 értékszámot. Ennyi célom van a sakkból. A felsősök között a második helyen szintén egy mezőkövesdi sakkozó, méghozzá Pap Kristóf, a Szent István Katolikus Általános Iskola tanulója végzett, aki az első helyen kiemelt hajdúböszörményi Olé Rebeka Sárát erőzte meg. Érdekesség, hogy a hajdúsági városból érkezett sportoló kora alapján az alsó tagozatban kellett volna indulnia, de minősítése és kiemelkedő tudása miatt ebben a csoportban kapott lehetőséget a bizonyításra. Ébert Zoltán szerint a kövesdi sakkozók produkciója biztató lehet a jövőre nézve. Már most látszik az, hogy mind a Csontos Dominik, mind a Pap Kristóf már be tudnak épülni a felnőtt csapatba is. Megszorongatják ott a hátsó táblákon játszó versenyzőket, és hát hogyha ez a szorgalom meg lelkesedés megmarad, akkor 1-2 éven belül már egy újabb nemzedék ülhet be az alsó táblákra.
A tervek szerint legközelebb február végén rendeznek ifjúsági versenyt Mezőkövesden.